Köszöntöm a 60 televízió nézőit. A mai nap közelebb hozunk Önökhöz egy rendkívüli eseményt, amely júniusban lesz majd a Népkertben, ez pedig a Retro Partizánok. És hogy mit rejt ez a rendezvénysorozat, erről majd a vendégeim fognak Önöknek beszámolni, akiket köszöntök a stúdióban, Horváth Richárd polgármester urat. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket! És Tompa Gábor urat, a Veterán Zsiguli Egyesület elnökségi tagját. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát már most elárultuk egy kicsit, ugye ezt a veterán autót, polgármester úr, és itt a nézők is láthatják a kivetítőnkön, hogy miről szól ez a Retro Partizánok Veterán Autó Fesztivál. Arról viszont, hogy miért fontos ez 60 városának, ezt öntől szeretnénk megtudni. Miért tartja fontosnak ezt a nagyszabású rendezvényt? Így Covid után szabadon, mert ilyen nagy rendezvény azt hiszem, hogy az elmúlt években nem is volt és nem is lehetett. Ezt több oldalról is meg tudjuk kezelíteni, ezt a kérdést. Az első és a legfontosabb az, hogy a város életében nagyon fontosak a rendezvények. És nekünk is nagyon fontos cél az, hogy ezek a rendezvények minél több embert szólítsanak meg, és minél szélesebb palettán helyezkedjenek el a városi rendezvények. Ugye azt tudjuk, hogy a város életében nagyon fontos az, és a 60-iak nagyon fontosnak gondolják azt, hogy milyen sokféle fajta rendezvény van folyamatosan a városban. És hát igen, az elmúlt két év az azt gondolom próbára tett mindannyiunkat, a családjainkat, és az elmúlt két évnek az is volt a következménye, hogy nagy rendezvényeket nem tudtunk, nem lehetett tartani a városban, és most hosszú kihagyás után újra lesz egy autós kiállítás itt 60-ban. Hogy az előző években már volt veterán és touring autó fesztivál, amely nagyon-nagyon sok autót és nagyon-nagyon sok látogatót hozott a városba. Most pedig ezt megvariálva, egy kicsit más irányba eltolva, azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas program lesz majd. Polgármester úr, itt a Veterán Zsiguli Egyesület elnökségi tagját már üdvözöltük. Hogy jött a kapcsolat? Mert nyilván ez a szervezés egy óriási szakmai apparátust is igényel, majd kiderül, hogy milyen jellegű szakmai apparátust, mert hogy azért ez egy kemény szervezés, és még most is zajlik a egyeztetés. Igen, itt 60-ban van egy veterános közösség, a 60-i veterán Verdák, és többen vagyunk benne, itt vannak motorosok is, autók is, és páran, ráadásul a Veterán Zsiguli Egyesületben klubtagok is vagyunk. És részt vettünk jó néhány Retro Partizán rendezvényen, vittünk autókat, volt hova 2-3-at, volt hova 5-öt is elvittünk, és ezek mindig rendre nagyon jó rendezvények voltak. És akkor elindult a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt, miképpen lehetne 60-ba hozni ezt a rendezvényt. És ugye itt volt egy jó alap. Volt a kiállítás, az autókiállítás, amit ugye minden évben megtartottunk. De az úgy volt, hogy veterán és tuning, és gyakorlatilag erre a jó alapra építkezve gondoltuk azt, hogy akkor hozzuk ide 60-ba a Retro Partizánokat. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy beszállt a város is a szervezésben, nyilvánvalóan beszálltunk, erőforrásokat mozgatunk, vendégül látjuk ezt a rendezvényt, ezzel azt gondolom, hogy egy olyan rendezvényt tudtunk és tudunk idehozni a városba, amely még nem volt eddig. Nem volt eddig, és hát talán azzal sem árulok egy nagy titkot, hogy nagyon sok autót és még több látogatót várunk a városba. Ugye ez egy háromnapos rendezvénysorozat lesz, úgyhogy én nagyon, nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom már. Gábor, elhangzott itt polgármester úrtól ez, hogy nosztalgia, és az is, hogy a kapcsolat honnan jött, és az is, hogy háromnapos, június 10-11-12 lesz az a dátum, ami a Népkertbe vonza majd a látogatókat. Arról viszont, hogy miért lehet ilyen vonzó egy retro, arról még nem esett szó. Mert most ugye azt látjuk, hogy akármilyen közösségi médiát figyelünk, hogy a retro az egy vonzó történet lett most mindenben is. De ezek a retro járművek, ezek a 70-es, 80-as évek járművei különös hódolatnak örvendenek. És itt 60-ban már ez a 8. alkalom lesz ennek a szervezésnek, a Retro Partizánoknak. Egyrészt milyen szívvel fogadták a meghívást ide 60-ban, másrészt pedig miért vonzó most ez a retro? Akkor először beszélek arról, hogy miért 60, és aztán egy kicsit összekapcsoljuk a retro gondolattal. Ahogy ön is említette, ugye a 8. alkalommal rendezzük meg ezt a Retro Partizánok elnevezésű rendezvényt,
volt már az országban ennek több állomása, Budapesten is volt, Győrben, Debrecenben, Pécsen is retropartizánok eseményünk, és nagyon örültünk annak, hogy a város polgármester úrék megkerestek bennünket azzal, hogy el tudnánk ezt 60-ba hozni, és úgy alakult, hogy azt remélem, hogy minden eddiginél jobb retropartizánok rendezvény lesz, hiszen ez a nosztalgia hétvége, ez a veteránautós vagy hobbiautós találkozó egy egész fesztivál programmal egészül ki, és ez ugye azt jelenti, hogy most már az autók kiállításán és a retro tárgyak megjelenítésén túl lesznek ugye a stílushoz illő koncertjeink, gyerekjátékaink, és egy nagyszabású egész hétvégés eseményé növi ki magát a retropartizánok ennek az együttműködésnek köszönhetően, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. És hogy miért izgalmas ez, ugye erre nehéz lenne választ adni. Mi nem a retro trendet szerettük volna meglovagolni, amikor ezt az egyesületet létrehoztuk, ugye, ami a Veterán Zsiguli Egyesület több mint 10 évvel ezelőtt, most már 11 éve, hanem szerettünk volna egy olyan közösséget kialakítani, akik a Ladát, a Zsigulit életben tartják, és kedvet csinálni mindenkinek ahhoz, hogy ennek az autónak a felújításába, megőrzésébe és használatába belevágjon, amik ugye már egyre inkább eltűnnek az utcáról. És ez egy nagyon jó közösségé vált, több mint 100 tagunk van, egy kicsit nemzetközi a klub is, mert csatlakoztak hozzánk például Finnországból, Németországból, New Yorkból is van tagunk, illetve Oroszországból is becsatlakoztak néhányan. És ez ad nekünk egy olyan erőt, hogy ne csak a zsigulikkal foglalkozzunk, hanem kiterjesszük ezt a gondolatot egy kicsit az összes KGST autóra, és ugye többünknek van más KGST autója a zsigulikon túl, illetve hogy megpróbáljunk egy ilyen rendezvényt is létrehozni, mert mi azt gondoljuk, hogy ezek az autók pont ebből a retro élményből fakadóan egy egész más kiállítást igényelnek. Ezeket az autókat nem lehet kordonok mögül mutogatni. Ez úgy tud élményt jelenteni a látogatóknak, hogyha beülhetnek, megszagolhatják azt a klasszikus illatot, amit egy Trabant vagy éppen egy Zsiguli áraszt magából, és adott esetben még egy tesztvezetés keretében ki is próbálhatják ezeket az autókat. Tehát így tud az a fajta nosztalgia, az a fajta retro élmény újra felszínre törni, amit ugye gyerekkorunkban apáink, nagyapáink keleti autóiban megéltünk. Hát ilyen lelkesen kell erről beszélni, és ilyen lelkes lesz majd a fesztivál is. Te említette, hogy kiállítás, tehát kiállítási helyszínek, ha jól tudom, 3 kiállítási helyszínnel is várják az ide látogatókat. Milyen kiállítási helyszínekkel? Igen, ez a koncepciónak a része, hogy van egy statikus kiállítás, ami ugye egy klasszikus kiállító térben zajlik, ez most egy nagy, közel 3000 négyzetméteres rendezvénysátor lesz, ahol több mint 100 járművet helyezünk majd el, közel 100 autót és 50-60 motorkerékpárt is kiállítunk. Ebben a statikus kiállítási részben, ami ugye a kiállítás nyitvatartása alatt péntek délutántól vasárnap délutánig elérhető lesz. Lesz egy szabadtéri kiállításunk, ahova a nagyobb területet igénylő járműveket állítjuk majd ki, itt nagyon sok tehergépkocsi, busz kerül megjelenítésre. Szerintem egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy a Csepel teherautókból szinte egy teljes palettát fel tudunk majd vonultatni. És lesz egy veterán, illetve hobbiautó parkoló is, ami a maga módján szintén egy interaktív kiállítássá válik, ahová azokat a látogatókat várjuk, akik 1995 előtt gyártott és szépen megőrzött hobbiautóként tartott autóval érkeznek, és ők ugye a látogatás idejére, vagy a kiállítás megtekintésének idejére szintén kvázi kiállítják az autóikat, és ezeket is ugye meg lehet tekinteni, lehet beszélgetni a tulajdonosokkal ebben a parkolóban. Úgyhogy ez a 3 fő helyszíne van magának a kiállításnak, és ugye erre épülnek majd még az egyéb fesztivál programok. Ugye elhangzott az interaktivitás, mint kulcsfogalom, tehát lehetőséget kapnak a látogatók, ha jól vettem ki a szavaiból, és már egy olyan dolog is elhangzott, hogy beszélgethetnek a tulajdonosokkal, illetve beülhetnek és átélhetik újra az élményeket, most már felnőttként, amit esetleg akkor gyerekként éltek meg. Egyébként mire kapnak még lehetőséget a látogatók, esetleg kipróbálhatnak ezt-azt? Igen, ez is a koncepciónk része,
hogy mindig igyekszünk tesztautókat biztosítani. Itt nyilván nem a legszebb és legkülönlegesebb veteránautókra kell gondolni, hanem olyanokra, amiket tényleg nyugodt szívvel odaadunk bárkinek vezetésre, és szeretnénk most is két ilyen autót becsempészni a rendezvény helyszínére, és kijelölni egy kis tesztpályát, ahol ezeket ki lehet próbálni a rendezvény során. És nagyon fontos, hogy az idei évben először a Total Car is csatlakozik hozzánk, és ők egy külön ügyességi versenyt szerveznek, ami egy kicsit a tulaj a pályán koncepciónak a alapjaira épül, és lehetőség lesz arra, hogy a kiállításra érkező járművek résztvevői egy ilyen speciális kis pályán is kipróbálják az ügyességüket, és megfelelő kritériumok megfelelően teljesítsék a pályát. Azt hiszem, hogy kellő alapokat adtunk ahhoz, hogy felkeltsük az érdeklődést, és most jön akkor a részletezés. Polgármester úr, ez viszont önre vár, ugyanis az elhangzott, hogy pénteken már elkezdődik, szombaton lesz a nagy attrakció, az egy egész napos full, és még vasárnap is lesz egy záró akkord, akkor szeleteljük fel ezt a háromnapos Nosztalgia Fesztivált, olyan értelemben is, hogy a látogatóknak kedvet csináljunk, mit láthatnak, mi várja az érdeklődőket a Népkertben, például péntek este hogyan indulunk? Pénteken már 14 órakor terveink szerint meg fog nyitni a kiállítás. Előtte beköltözés van, tehát hallottuk, nagyon sok autót kell folyamatosan mozgatni majd, úgyhogy ez fog megtörténni, és akkor 18 órakor lesz egy szakmai megnyitó pénteken, és pénteken 20 óra 30-kor pedig DJ Dominik és Zoltán Erika fog majd egy előadást előadni a színpadon, hiszen lesz színpad is, egy fesztiválról. Így van, egy fesztiválról beszélünk. Ez nagyon fontos, hogy háromnapos fesztiválról beszélünk. Aztán utána jön a szombati nap, amely azt gondolom, hogy próbatétel lesz mindannyiunknak, ebben egyetérthetünk, mert akkor várjuk igazából a nagy mennyiségű látogatót, ugye a közönség akkor jön mindenki, illetve hát a VIP vendégek is akkor jelezték, hogy akkor fognak megérkezni. És azt gondolom, hogy azért ez egy komoly próbatétel lesz mindannyiunknak. Tehát akik ott lesznek kint a területen, azért ez, mi számítunk arra, hogy nagyon-nagyon sok ember fog ellátogatni 60-ba. És valóban lesz, hát el kell mondanom, hogy a műsorvezető az Abaházi Csaba lesz. Tehát ő lesz az, aki folyamatosan konferálni fogja a történéseket. És természetesen készültem. Tehát itt arról van szó, hogy a tulaj a pályán, ez egy Total Car fog megjelenni majd ott kint a területen, ez 10 órakor és 14 óra 30-kor lesz. Ez arról szól alapvetően, hogy... Ez szombat. Szombaton, igen. Szombaton. Ez arról szól alapvetően, hogy azok a tulajdonosok, akik éreznek magukban erőt, és nem féltik annyira az autójukat, vagy éppen ki akarják próbálni az autójukat, akkor egy ügyességi pályán megmérettethetik magukat. 16 órakor lesz Trabarna Stand-up Comedy Show, 18 órakor Spencer Hill Magic Band koncert, és 20 óra 30-kor pedig első emelet koncert lesz, ami azt gondolom szintén egy nagyon fontos esemény lesz. A vasárnapi nap pedig egész napos retro autós bőrze lesz, ami alapjában véve arról szól, hogy a talkatrészeket fogunk majd adni, venni, már aki úgy gondolja, hogy lehet. És mindenféle veterán kisvásár is van, így van? Mert így van. Emléket is visznek haza a látogatók ilyen bulikról általában, még Gábor jelezted, hogy szeretnél valamit hozzátenni? Igazából azt szerettem volna még elmondani, hogy a tartalmát tekintve milyen fő attrakciók lesznek a járműkiállításon, és mindenféleképpen szeretnénk figyelmet szentelni az 50 éves 1005-ös Zsigulinak, ami ugye 50 évvel ezelőtt jelent meg, és ebből a típusból szeretnénk több érdekes példányt is kiállítani. Lesznek majd olyan sportautók, ami a 80-as évek végére, 90-es évek végére jellemző, és ami ugye akkor a vágy tárgya volt mindenki számára, miközben a Zsigulikban ültünk, és lesz ilyen módon Honda CRX, Opel Kadett GSI, érdekes Mercedesek, Porsche-k, amiket meg lehet tekinteni. Nagyon várjuk azokat a szovjet luxusautókat is, akiknek a tulajdonosai ugye ígérték, hogy kiállítják a járműveiket. Több Volga is lesz, és két nagyon érdekes gaz csajka, az ikonikus 13-as, a Sirály és a 14-es típus is kiállításra kerül, illetve nagyon szokta még a látogatókat érdekelni a korabeli szolgálati járművek, vagy mondjuk ki rendőr, kéklámpás, mentőautók,
is lesznek, és nagyon örülök annak, hogy a város olyan mértékben becsatlakozott a rendezvénybe, hogy a helyi rendőrkapitányság és a Volán is felajánlott járműveket, tehát hogy az országos paletta mellett külön figyelmet kapnak majd a helyi különlegességek. Hát ugye most itt a finítóban vagyunk már, mert most május 31-e van, amikor ez az adás látható, tehát ennek azért bő, több hónapos megelőző munkálatai vannak, hogy itt ezt testesítsön, és polgármester úr, itt arra kérem azért, hogy beszéljünk arról, amit a tömeg, hát mondjuk ki, okozhat. Tehát a fegyelem, a parkolási lehetőség. Nyilván ez egy jelentős értéket képviselő kiállítás, nyilván itt az őrzés, a biztonság. Tehát minden olyan fontos, ami talán a türelemre és a figyelemre külön fel kell hívni a figyelmet, hiszen arra azért a látogatók kell, hogy számítsanak, hogy nem lesz egyszerű parkolót találni, nem lesz egyszerű megtalálni az eseményt. Tehát azért városvezetőként nyilván ez is fontos, hogy legyen gördülékeny és akadálymentes, és amit csak meg tud tenni a város, már most is megtesz ezért, hogy ez így sikerüljön. Igen, talán a szervezésről azt kell tudni, hogy azért van már rutin, hogy hogyan kell ilyen nagy rendezvényeket megszervezni. Ugyanakkor viszont nagyon komolyan készülünk rá. Tehát egyeztettünk rendőrkapitány úrral és rendőrséggel is, és minden olyan szervvel, akivel ezen rendezvények kapcsán egyeztetni kell. De azt tudjuk jól, hogy a város közlekedése az olyan, amilyen. Tehát az évszázadok alatt így alakult ki a város, jelenleg ehhez kell alkalmazkodnunk, és valóban én azt gondolom, hogy a szombati napon azért kihívás lesz közlekedni a városban. De a másik oldalon viszont ott van, hogy olyan autókat fogunk majd bemutatni, és olyan autókat láthatunk itt a városban, amelyet egyébként nem. És egy kicsit még hadd csatlakozzak ahhoz, amit Gábor elmondott, hogy valóban akárcsak a kéklámpások esetében is, például lesz kettes Golf rendőrautó, F-Astra rendőrautó, ugye lesznek Zsiguli rendőrautók, lesz Niza, a mentő Niza, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ki nem emlékszik rá, de lesz mentős Niza. Tehát valóban olyan autók lesznek kiállítva, amik egyébként nem így együtt nagyon nehezen látható. Nem is tudom, hogy hol lehet együtt látni ilyen autókat. És van még itt egy autó, amelyet szeretnék megemlíteni, mert valóban nagyon-nagyon, tehát a Cseppel autókból nagyon sokféle fajta lesz kiállítva, de az országban van egyetlen egy darab Bulldog fülkés nyerges vontató, áforos szerelvény. Hát én még gyerek voltam, amikor az áforkutak megvoltak, utána jöttek a molkutak, és ebből van egy helyreállított áforos szerelvény, ami szintén itt lesz 60-ban. Tehát igen, nagyon-nagyon sok féle fajta autó lesz kiállítva, lesznek közöttük kifejezetten értékes és ritka autók, és valóban komoly kihívás lesz ez a 3 nap közlekedés szempontból a városban. De azt gondolom, hogy bárki, aki kilátogat majd a kiállításra, bárki, aki úgy gondolja, hogy meg szeretné nézni ezeket az autókat, vagy akár bele szeretne ülni, vagy az egy új Lada illatát megérezni, az nem fog csalódni. Az nem fog csalódni, és azok az autók, például akár a csajkák is, de lesz gömbölyű is, és lesz a szögletes csajka is, hát ebből már azért nem sok van. És ezek az autók külön-külön is nagyon-nagyon komoly értéket képviselnek. Vagy akár egy OT-s Porsche. Hát azért az sem minden nap jön szembe az emberrel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon értékes, nagyon izgalmas program lesz, és mindenki, aki oda az autóját elhozta, kiállítja. Annak tapasztalatból mondom, de azt gondolom mondhatjuk, hogy annak azért a szíve lelke benne van abban az autóban. És nagyon, nagyon jó dolog egyébként ott lenni az autó mellett és hallgatni a történeteket. Amikor valaki jön és akkor mondja, hogy hát a nagyapjában ilyen nagyapja ilyen Volgán volt sofőr. Vagy hogy ő, nem tudom, kisgyerek korában a jársákba ezzel jártak a szüleivel. Tehát ez mind-mind elő fog jönni, és ennél még... Ezért nosztalgia. Ennél még sokkal több minden. Mert azért ezek a technikák, ahogy mondjam, így a 40 pluszos korosztálynak azért az életében még benne volt javába. A közlekedés kapcsán még azért arra kérném a 60-iakat, hogy aki teheti, az ne autóval jöjjön. Jöjjön ki gyalog, biciklivel, vagy rollerrel, ahogy éppen tud, vagy a családok akár kilátogatnak, de a lényeg az, hogy aki teheti, ne autóval jöjjön. És hát ahogy mondtam,
Én már nagyon várom. Nagyon várom ezt a fesztivált, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert mi nagyon-nagyon sok energiát, és hogy is mondjam, nem csak energiát, hanem nagyon-nagyon sok pozitív érzést fektettünk bele ebbe, hogy ez itt meg tudjon valósulni itt 60-ban, és én nagyon remélem, hogy ez sikerült. Úgyhogy én nagy tisztelettel köszönöm szépen a Veterán Zsiguli klub támogatását is, és hát arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, az látogasson ki a Népkertbe. Nézzem, hogy nem csak polgármester úr várja, mert már ettől hangos a város, tehát szerintem nagyon sokan várják. És akkor Gábor, az Egyesület elnökségi tagjaként milyen záró gondolattal szólsz? Én is azt remélem, hogy minden eddiginél jobb retropartizánok Veterán Autófesztivált tudunk majd szervezni június 10 és 12 között 60-ban, ahol minden korosztály megtalálja majd a számára érdekes retro élményt, és nagy szeretettel várjuk a 60-iakat és a környékből érkezőket, és én is hálával tartozom a városnak, hogy ez a partnerség létrejött a rendezvény megvalósítása érdekében, és úgy gondolom, hogy ketten együtt tényleg egy szuper rendezvényt fogunk majd megvalósítani, ami minden 60-inak és környékben élőnek egy élményt és örömöt fog okozni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel 60-ban. Azt kívánjuk, hogy legyen így, és biztos, hogy így is lesz. Tehát, kedves nézőink, június 10-11-12, egy háromnapos Veterán Autó Fesztivál, egy Nosztalgia Fesztivál a Népkertben, amely várja önöket, tehát nem sok van már, alig 2 hét. Én nagyon szépen köszönöm mindkettő vendégnek, hogy elfogadta a meghívást, és részletesen beszámoltunk erről a háromnapos attrakcióról. Önöknek pedig akkor az invitálás elhangzott, várják önöket a Népkertben, ne feledjék, június 10. 11-12, háromnapos Nosztalgia Fesztivál 60-ban. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, viszontlátásra!